Mint látjátok, karaterünkben az mindenkinek fehér színű, viszont bordázott széleit tekintve ez a versenyzőknek a megkülönböztetését jelenti. Én pirosban vagyok, a döme pedig kékbe. Ez a bíróknak nagy segítség, hogy kinek ítéljék a pontot, illetve nyilván a közönség is jobban látja azt, hogy, ki ilyen pont, melyik színű versenyzői, szóval ez semmi különleges funkcióval nem rendelkezik, ez sorsolásunk. És akkor kezdjük a védőfelszerelésekkel, alulról felfele. Van egy lábfejvédő és egy sípcsontvédő, ami elvileg külön lehet felvenni, viszont összekapcsolható. Ez nagyban véd a rugások, esetleg könnyűbe találások ellen. Aztán az öv az nyilván az adott, hiszen ugye a kék és piros versenyzőhez különböző öveket vesz föl. Aztán láthatok egy kézvédőt. A kézvédő az ütéseknek a tompítását jelzi. Ez a kézvédő egy nyitott kézszerkezetű kézvédő, amivel bele lehet bújni. Nem elég kemény és nem is elég puha. Aztán a karateru alatt láthattok egy úgynevezett testvédőt, ami ugyanúgy egy kötelező jellegű dolog a BKF komitében versenyző szempontjából, és az utolsó kötelező védőfelszerelés az a fogvédő, ami minden versenyzőnek kötelező, és ami még ajánlott az a nőknél a lágyítvédő, illetve a férfiaknál a szuszpenzor, illetve a nőknek még a body protector, azaz a testvédő alatt még kötelező egy mellvédőt is hordani. Ezek lettek volna a WKF karaténak a kötelező felszerelései.